A kullancsok jelenléte általában ősztől tavaszig a legjellemzőbb. Azonban télen sem szabad megfelelkezni a vérszívókról, ilyenkor is előfordulhat, hogy talál magán egyet az ember. Dr. Ligeti Judit bőrgyógyász azt mondja, a legfontosabb, hogy amint észrevesszük, azonnal el kell távolítani, mégpedig olyan módon, hogy a potrohot ne nyomjuk meg. Erre alkalmas a kullancskanál, de elegendő akár egy cérna is. Mindenki ilyenkor attól fél, hogy beszakad a kullancs feje. Kullancs feje nem szokott beszakadni, de a szívókája igen. De abból nincs semmi baj, az már nem fertőz és nem köpköd. Kullancsal az a probléma, hogy fertőz. Gyakorlatilag minden kullancsot fertőzöttnek kell számítani. A leggyakoribb a a kevésbé gyakori, de ismert az agyvelő agyhártya gyulladás, amit vírus okoz, a vírus ellen van oltás, a lyme ellen nincs oltás. Ha három és fél négy órán belül eltávolítjuk a kullancsot, nem fertőz, mondja a szakember. Azonban miután kiszedték, az elkövetkező napokban figyelni kell a vérszívó helyét. Amennyiben az eltávolítást követő két hétben megjelenik egy több mint 5 cm-es az már a lyme jele hogyha a piros kör 5 nagyobb és növekszik, van, hogy több gyűrű van egymásban, van, hogy egész halvány rózsaszín, van, hogy sötét bordó, tehát minden szín előfordul, akkor orvoshoz kell belemenni. Nem szabad otthon antibiotikumot bekapkodni rá, mert elmúlik a piros folt, de a betegség megy tovább. Tehát megfelelő ideig kell szedni az antibiotikumot, és az orvos tudja megmondani, hogy mennyi ideig és melyiket kell szedni. A kullancs fénykerülő legtöbbször hajlatokba a fül mögé fúrja be magát. tévít, hogy a vérszívóval csak az erdőkben találkozhat az ember, ugyanis leggyakrabban a városi parkokban, vagy akár otthon a kertben is jelen vannak.